Ha azt mondom, hogy telefon, ami kiállja az elemek megpróbáltatását, akkor először biztosan a CAT telefonja jut eszetekbe. Na már most én úgy voltam vele, hogy képes vagyok feladni azt a hőkamerát, ami abban benne van, ha mondjuk lefaraghatom a zárnak a felét. És lássatok csodát, ez is történt. A Verne Active egy masszív ütés, víz és porálló mobil, ami mindezen tulajdonságok ellenére sokkal inkább hétköznap barátabb. Lássuk, hogy mit tesz le az asztalra. A telefon egy igen fancy dobozban érkezik, annak ellenére, hogy elvileg ugye nem kellene finomkodni vele. A kis dobozunk fedelétől megszabadulva meg is pillantjuk őt. Félre is rakjuk. A tálca alatt találunk egy nagyon aranyos kiporciózott kis teret, papírral, szimtűvel, USB-C-s kábellel és egy öklömnyi töltőtéglával. Mivel a telefon támogatja ugye a gyors töltést. Első kellemes meglepetésünk. Mondjuk jó is, hogy ezt a 4200 mAh-es aksit nem 33 óra alatt tölti meg, és valóban a töltés gyors, a fogyasztás viszont nem, a mobil igencsak hosszú ideig talpon marad. De azért ne szaladjunk ennyire előre. Kezdjük a kinézettel, ami egyébként már most megzavaró, hiszen a mobil úgy néz ki, mintha egy tok lenne rajta, de az maga a telefon. A kemény, gumiszerű anyagból épülő szegély igen masszív ejtésvédelmet ad a telefonnak, de ha nem probléma, akkor nem próbálnám meg lehet... Hopp. A hátlap egyébként egy ilyen carbon fiber mintás érdekes cucc, szerintem alumínium, de nem vagyok benne 100%-ig biztos, nagyon masszívnak hat, és ha engem kérdeztek, nem lesz sok baja, hogyha bármi ütés vagy ilyesmi éri, ezt majd megmondja a jövő. Elől egy 5,5 inches 1080p-s kijelzővel találkozhatunk, most ez referenciálban, ha tudjátok, hogy mekkora az iPhone-oknak a plusz modellje, akkor ez a képernyő ez pontosan ugyanakkora, mint az a képernyő, sőt még a felbontás is megegyezik. Ennek a képernyőnek a színei szépek, nincsenek túlszaturálva, a fényerő pedig bár nem a világ legvilágosabb panele egyébként, még napsütés közben is látni úgy egészen jól. A képernyő alatt dedikált kapacitív gombokat találunk, és igen, fel lehet cserélni az oldalsó két kis funkciógombot. És természetesen alapból van egy fólia a telefonon, szóval emiatt sem kell majd aggódnia senkinek. Ami a kijelző felett van, az az előlapi kamera, a maga 8 megapixelével egy egészen szolid átlagot hoz. A hátlapi 16 megapixeles kameránk 1080p-s videófelvétellel szolgálhat nekünk, akár stabilizációval is. Nézzük, hogy milyen képet ad. Persze, mi lenne velünk egy egészséges mikrofontesz nélkül? Mikrofon próba 1-2-3. Jelenleg az aktív telefonon beszélek a Verne-től, és úgy gondolom, hogy nem tudom, hogy milyen hangi van, mert még nem hallottam vissza, de majd most kiderül, amikor beszélek. Ez az a hangminőség, amire számíthatok, hogyha a képernyőbe beszéltek, illetve valószínűleg, hogyha beszélveltek valaki telefonon, ezt fogja ő is hallani. Nem tépem tovább a számot, térjünk vissza a videóhoz. Nos, a hátlapon egy dolog maradt, amire nem beszéltünk, ez pedig nem más, mint az új lenyomatolvasó. Elhelyezés terén remek, sebesség szempontjából meg ismét csak szuperságos. Nem a világon a leggyorsabb, nem arról van szó, de nem hiszem, hogy bárkinek is bármi baja lenne vele. És most, engedjük be magunkat. A mobil az Android 7 alapú VOS operációs rendszert futtatja, és igen, van benne magyar nyelv, ez nem tudom, hogy miért egy visszatérő kérdés. A rendszer nagyon kellemesen suhan jobbra-balra, semmi bajom nem volt azzal, hogy laggolt volna, vagy késtek volna bármilyen animáció, vagy ilyesmi, semmi, minden tökéletes volt. És tudom, hogy a VOS az nem egy operációs rendszer, hanem egy launcher, kussolja mindenki. És miért is lett volna baj a laggal, amikor a telefon processzora a híres MTK6757
Ja, ez egy Helio P25-ös, na így már jobb. 8 magos szörnyeteg, ami egyébként nem hoz olyan rossz pontszámokat, mint azt először gondoltam volna. Ami itt még ennél is érdekesebb, az a memória, vagy inkább annak a mennyisége. 6 GB RAM van a telefonban, ami ha nem elég valakinek, akkor igazán nem tudom, hogy mit csinál. Engem leszóltak, hogy több mint 4 GB RAM-ot raktam a gépembe, erre basszus, ebben a mobilban másfélszer annyi van, dick. De persze nem ez az egyetlen masszív értékünk. A telefonunk belső tárhelye 128 GB-os, így a telepakolása hát még nehezebb lesz, mint gondoltam volna. Én magamnak felhasználok egy laza 5 gigát, azt hiszem, szóval egy cseppet overkill az én kezemben, ami Androidot illeti. iOS-en egy kicsit jobban el tudom magam engedni, látjátok. A mobil persze hiába szuper belül, ha nem bírja a megpróbáltatásokat. És bizony ezt a telefont eléggé komoly szavakkal illették, gondolk itt az ütésálló, vagy az IP68 víz és porálló jelzőkre. Na most dobálni őszintén azért nem akarom, mert ezt utána még jó lenne, ha valaki úgy használhatná, mint egy új telefon, és itt most nem a telefonban nem hiszek, hanem magamban. Persze az úsztatással nincs semmi gond, az minden további nélkül megteszem, tehát mondom, ez nincs semmi gáz. Most meg tiszta víz, és nem tudom folytatni a tesztet. A franc essen bele! A becsapódás hála Istennek kizöttyentette a vizet a hangszórónkból, szóval egy gyors hangteszt is tökéletesen helytálló lenne. Így is van. Nem 10 perces a hangzásunk, de legalább nem lesz baj a vízben. Erre jutott eszembe. A fülhallgató csatlakozónk és a töltő nyílásunk egy kis ajtóval van ellátva, szóval ott azért nem megy be a víz. Hasonló ajtót találunk egyébként még a dupla SIM-kártya befogadó tálcánk nyílásának a bejáratánál. Persze itt is van lehetőség az egyik SIM-et egy 128 GB-es SD kártyára kicserélni, ha valamiért nem lenne bent a 128-as alaptárhely elég. Őszinte leszek, ez egy határmobil. Tehát ez nem olyan nagy tömegeknek készült, aranyos, vékony, kellemes tapintású lekerekített okozattal, csodakijelzővel, dupla hangszóróval, vagy a legjobb kamerával felszerelt mobil a világon. Ez azoknak készült, akik komolyan körülmények között dolgoznak, vagy töltik a mindennapjaikat, és olyan telefont akarnak a zsebünkben hurcolni, amit nem kell annyira félteni, mert nem fog tönkre menni, ha esetleg egy fél napig poros környéken mászkálsz, vagy véletlen belecsúszol a medencébe. Tehát, hogyha neked ez kell, akkor el tudod dönteni, és egyszerűen megköszönöm a figyelmet, a telefont az olcsóság biztosította, kösz srácok. Ha tetszett a videó, like, ha nem akarsz lemaradni továbbiakról, feliratkozás, nyomjatok a gombot, és a következő videón újra találkozunk. Addig is lehetek jók és sziasztok! You have a new message. Hi. Phone. Metro. No. Remix.